19 éve termesztenek szamócát ebben a nyírpazonyi kertészetben. Jelenleg 4 hektáron gazdálkodnak, ebből 3,5 hektáron fóliában, fél hektáron pedig szabad földön termelik a gyümölcsöt. Az idei szezon április közepén kezdődött. Először a fóliában termelt szamócákat szüretelték, hamarosan pedig hozzákezdenek a szabadföldihez. Pap Tamás termelő azt mondta, jelentősen megnövekedtek a költségei. Nagyon-nagyon nagy a baj a termelők szempontjából. Az a baj, hogy nálunk, amikor ugye elültettük ezeket a szamócákat, ezt mindenki azt hiszi, hogy csak le kell szedni, de ez 11 hónapja van elültetve, tehát tavaly júniusban kerültek ide a helyükre a kis szamócatövek, és ahhoz képest az idei évre 380%-os input anyag emelkedésünk van. Például nyilván van, amelyik drágább, többet emelkedett, van, amelyik kevesebbet, de mondjuk egy műtrágyáról, ha beszélünk, amikor előtettük azt a szamócát, 6000 forintba került, az ehhez való műtrágya az idején az 38000 forint. Tehát egyszerűen megtervezhetetlen volt, hogy ezt nyomon tudjuk követni az árakkal. Ugyanakkor azt érzékeljük, hogy olcsóbban kell eladjunk mindent, mint például tavaly ilyenkor. Tehát ahhoz képest, hogy az árak majdnem négyszeresébe kerülnek, a mi általunk megtermelt érték az pedig kevesebb. Az őstermelő úgy gondolja, hogy a sok kézi munkával járó apró gyümölcsök, mint a szamóca, málna, cseresznye, egyre inkább luxuscikknek számítanak a piacon. A földi eper kilónkénti fogyasztói ára átlagosan 1700 forint körül van, de még ez az ár sem fedezi a termelők költségeit. Mi ebben a pillanatban a termelési költségünknek a 63%-át kapjuk most a szamócáért. Magyarul minden egyes leszedett kiló szamócán majdnem 400 forint veszteségünk van. Igazából azért szedjük le, hogy a veszteségünket csökkentsük. A magas ár hátterében az is fontos tényező a termelő szerint, hogy Magyarországon a NEBIH szigorú ellenőrzés alatt tartja a zöldséggyümölcs termesztést, vagyis azok a külföldi termesztők, akiket nem köteleznek hasonló egészségügyi szabályok, azok olcsóbban tudják a gyümölcsöt megtermelni, tehát olcsóbban is tudják adni. Pap Tamás azt is elmondta, hogy a nagykereskedelmi forgalomba főként azok a szamócák kerülnek, amelyek hosszú ideig képesek elállni, és amelyek termesztésénél az egyik legfontosabb cél a gyümölcs mérete. A termelő úgy véli, akik igazán ízletes és tartósítószermentes szamócára vágynak, azoknak érdemes elgondolkodni azon, hogy előbb-utóbb saját maguk is ültetnek néhány palántát az otthoni kertjükben.